mindenképpen a különböző közös fürdők, strandok a legnagyobb veszélyek, tehát ilyenkor mindenképpen érdemes arra figyelni, hogy papucsban közlekedjünk a strandokon, utána a strandolás után mindenképpen zuhanyozzunk le. Nagyon lényeges az, hogy akár otthoni fürdés, tusolás után nagyon jól töröljük szárazra a bőrünket, a hajlatainkat az ujjak között, mert a gomba sötétet, illetve a nedveset szereti, tehát ott, hogyha mi nem is fertőzést kapunk, hanem csak nedvesen marad valahol a bőrünk, ott is kialakulhat a gombás bőrbetegség. Mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, és amikor éppen kialakulóban van, hogy enyhék a tünetek, akkor kezelni, hogy ne hatalmasodjon el. Mint minden reklámnál itt is probléma szokott lenni, például, hogy 3 hónap alatt elmulasztja a körömgombák, meg 6-7 alatt, tehát ez nem létezik. Tehát egy körömgomba kezelése még gyógyszerrel is egy fél-egy év, mert ennek a körömnek le kell nőni ahhoz, hogy a gyógyszer hatni tudjon. Kismértékű gombás elváltozásnál ezek a patikában recept nélkül kapható készítmények is javítanak, de ha már elhatalmasodott, akkor már mindenképpen a belső gyógyszeres, illetve komolyabb készítményekre van szükség. Cipőt ilyen esetben fertőtleníteni szoktuk. Tehát a legjobb a formainos fertőtlenítés. Lehet kapni a spréket, amivel be szokták fújni a cipőket fertőtlen céljából, de ennél sokkal-sokkal jobb hatású a formainos fertőtlenítés, aminek megvan a módja, hogy 24 órát a formainos átitatott vattát a cipőbe tesszük, zárt nélon zacskóba, utána a zacskóból kiteszük a cipőt, és jó kifertőtlenítjük, hogy a formalin menjen ki a cipőből. Ennél jobb fertőtlenítési mód nincsen. Igen, mert nagyobb az izzadás veszélye, a bőrfeletek jobban összeérnek, jobban surlódnak, tehát mind a hajlatokban, stb. Tehát a nagyobb izzadékonyság hatása, hogy több a nedves terület, és ott a gomba sokkal jobban meg tud tapadni.